Lassú ütemben, de folyamatosan növekszik a koronavírusos fertőzések száma Romániában, közölte Valériu Gheorghiță. Az országos oltáskampány koordinátora szerint ez aggodalomra ad okot, hiszen Romániában jelenleg mintegy 50%-ra tehető azok aránya, akiknek nincs védettsége a koronavírussal szemben. Az elmúlt két hétben igazolt új koronavírusos esetek 81,5%-ában olyan személyek fertőződtek meg, akik nincsenek beoltva. A halálos áldozatok 92,6%-a szintén immunizálatlan beteg volt, közölte Valériu Gheorghiță, az oltáskampány koordinátora. A vírus új variánsa mindenek előtt a 40 év alattiak körében terjed. Csökkenő tendenciát mutat, a fertőzöttek átlagéletkora az elmúlt két hétben 43 év volt, de a halálos áldozatok átlagéletkora szintén csökkenőben van. Kötelező módon fel kell gyorsítani az oltáskampányt Romániában, hiszen a lakosság felének semmiféle immunitása nincs a koronavírussal szemben, fogalmazott a katonaorvos. Trecere prin boală, trecere prin vaccinare, probabil că ne apropiem undeva de 50% la acest moment. Mintegy 50%-ra tehető azoknak az aránya, akik az oltás vagy COVID-19-ből való felgyógyulás révén védettséget szereztek a koronavírussal szemben. Ennek köszönhetően minden bizonnyal visszaszorul a kórházi kezelést igénylő súlyos esetek, illetve a koronavírus okozta elhalálozások száma. Ugyanakkor azonban meg kell értenünk, hogy jelenleg a lakosság másik 50%-ának nincs semmiféle immunitása. Éppen ezért a célunk az, hogy növeljük a beoltottak számát. Az oltáskampány koordinátora szerint az már nem kérdés, hogy érkezik-e a járvány negyedik hulláma, hisz a nyakunkon van. Hozzátette viszont, hogy annak ellenére, hogy nő az új megbetegedések száma, Romániában más európai országokhoz viszonyítva még stabil a helyzet.